Újabb fagykárok pusztítják a zsengehajtásokat és virágokat, milliárdos károkat okozva a hazai mezőgazdaságnak. És persze mi vásárlók is megérezzük ezt, sokkal drágábban jutunk friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz. Csehi András kollégánk ma reggel Bálint gazdával beszélget. Jó reggelt, Andris! Hogy tudjuk ezeket a károkat felmérni és mérsékelni? Jó reggelt kívánok! Hát olvastunk egy tanulmányt, ami arról számolt be, hogy 40 ezer hektár föld került fagyveszély alá, vagy 40 ezer hektáron pusztított a fagy. Jó reggelt kívánok, Gyuri bácsi! Jó reggelt! Mekkora ez a 40 ezer hektár? Hát nagy terület, úgyhogy mondjuk egy kisebb megyének a területe, de én szerintem ezt így nem lehet megbecsülni, mert szorványosan vannak a fagykárok. Bizonyos növények nagyon érzékenyek rá, mások kevésbé, vagy egyáltalán nem. Bizonyos helyeken, mondjuk magas déli dombok, vidékeken, ott nincsen fagykár, a völgyekben annál több. De inkább azt az igazságot kell hangoztatni, hogy a népi előrejelzések milyen kísértetiesen beválnak, mert holnap lesz Pongrász napja, az első fagyos szentek. Hát most már remélem, hogy ez nem fagyot, hanem az idő javulását fogja hozni, és hát el kell felejtenünk azt, ami két héttel ezelőtt történt, ami bizony elég nagy kár az egész ország számára, de ezt azért a jó terméssel, ami megmaradt, azzal ki lehet egyensúlyozni. Beszéltünk arról, hogy a kajszi teljesen megsemmisült, meg az őszi barack. Ezekkel mit lehet kezdeni? Egy olyan fát kell kinevelni? Igen. A késő tavaszi, tehát májusi fagyok ellen nem lehet védekezni. Egyetlen egy lehetséges mód van, hogy olyan fajtákat kell kinemesíteni, előállítani, amelyek elviselik ezeket az alacsony hőmérsékleteket. Ez nem lehetetlen dolog. Mai világban géntechnológia olyan fejlettségi állapotban van, hogy ahol szükség van erre, ott a tudósok ki tudják nemesíteni a megfelelő fajtákat. De a kiskert tulajdonosoknak tudunk valami jó tanácsot adni. Egy prima lócánk van, amit melegágynak, vagy magaságynak hívnak. És itt ez a Gyuri bácsinak a kis magas ágya és a kedves feleségé, ahol zöld borsot látunk, salátát látunk, karalábét, répát, sőt, még ilyen nagyon kis csúcsos, izgalmas kis retkeket, amik már megértek. Mi a titka ennek a magas ágya? Legnagyobbat választottad, ennél nagyobb is van, de hát ez már nagyon jó étkezésre. Ugye meg fogom kóstolni. Tehát mi a titka ennek a magas ágynak? Hát az, hogy ebben lassan korhadó növény részek vannak, olyanok, amik a kertben megteremtek, és amelyek problémát jelentenek ősszel, mondjuk például a lehullott lomb, mert hát zsákokba kell szedni, és elviszi a teherautó. Ebbe bele lehet rakni a levágott vesszőket, a lehullott lombot, a lekaszált füvet és minden egyéb szerves anyagot, ami a kertben keletkezik. Tehát tulajdonképpen egy csodálatos természeti körforgást teljesít be, mert ugye ez teljesen földé érik itt a növények alatt, ősszel ki lehet szedni, és föl lehet használni a kert alajának termékenységének a fokozására. Akkor persze tavasszal újat kell bele rakni, és akkor ez a folyamat folytatódik. Nagy előnye az, hogy vegyesen vannak benne a növények, megvédik egymást. A növény olyan, mint az ember.
hogy van ember, akivel szívesen nézek szembe, és van olyan, akit inkább letakarom a szememet, hogy ne lássam. Köszönöm szépen. Gyuri bácsi, lejárt az időnk, legyen ez a végszó most, és az volt a kérés, hogy kóstoljon meg ezt az isteni finom retket, ami elég furcsára nőtt, de ettől még az íze az fantasztikus, és legközelebb akkor találkozunk, amikor már érik majd a cseresznye is. Jó. Köszönjük szépen, jó egészséget! És akkor remélem, hogy jó meleg idő lesz. Stúdió.